Gyakoroljuk még egy kicsit az irányíthatóság megfigyelhetőség fogalmát, illetve az irányíthatósági megfigyelhetőségi normál alakot ebben a harmadrendű rendszerben. Egy kicsit előkészültem, mert tényleg csak ki kell másolni az egyes számokat. Itt vizsgáljuk az irányíthatóságot, itt pedig a megfigyelhetőséget. Ugye egy 3x3-as mátrixot fogunk ide kapni, ez három elemű, ez szintén, ez pedig egy elemű. Mi azt látjuk, hogy az irányíthatósági normálaknál az első sorba kell bemásolni az itt látható számokat negatív előjellel, tehát a 6-ot, a 11-et és a 6-ot, mínusz 6, mínusz 11, mínusz 6, utána ez itt 1, 0, 0, 0, 1, 0 lesz. Ez itt 1, 0, 0 lesz az alaknak megfelelően, és a 2, 19 itt egy kicsit vigyázni kell, mert a másodfokú tag az 0-szor s négyzet. Ezért ide nullát írok, ide írom a 2-est, ide a 19-et. És ide nullát írok azért, mert a számoló fokszáma kisebb, mint a nevezői. Írjuk fel rögtön a megfigyelhetőségi alakot, ami ennek lenne ugye a transzponáltja, de most írjuk innen ki. Az első oszlopba kell írnunk azt, hogy mínusz 6, mínusz 11, mínusz 6, utána 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ez lesz a formulája, ide pedig azt írom, hogy 1, 0, 0, ez szintén 0. Ide pedig a 0, 2, 19-et kell beírni ennek az alaknak, és itt könnyen előnézhető, hogyha ezt a 4x4-es felírást transzponálom, akkor ezt a 4x4-es felírást fogom kapni. Írjuk fel gyakorlásképp megint csak az irányíthatósági mátrixot, a B az 1, 0, 0. Az A szor B következik, ami ugye ilyenkor mindig az A-nak az első sorát tartalmazza, első oszlopát tartalmazza, mínusz 6, 1 és 0, hiszen ez definíció szerint itt 1, 0, 0. És most szükségünk van az A négyzetre, ami gyorsan kiszámolunk, tehát mínusz 6, mínusz 11, mínusz 6, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ezt a mátrixot szorozzuk be mínusz 6, mínusz 11, mínusz 6-tal, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Egy 3x3-as mátrixot fogunk eredményül kapni, ugye ami úgy kell csinálni, hogy az első oszloppal szorozzuk be az első sort, tehát mínusz 6-szor mínusz 6 az 36, ből mínusz 11, ből 11, és végül 0. Tehát 36-ból 11 az 25. Utána az első oszloppal a második sort, az lehet látni, hogy mínusz 6, 0 és 0 lesz. És végül a harmadikat mínusz 6 szor 0, 1 és 0. Tehát ez itt egy 1-es. A következő oszlopot úgy kapom meg, hogy a második oszloppal szorzok végig. Tehát mínusz 6 szor mínusz 11 az 66, aztán 0 és mínusz 6, tehát a végeredmény az 60. Aztán mínusz 11, itt 0, 0 adódik, az mínusz 11-et fog adni, ez itt 0-át ad, ez is 0-át ad, és ez is 0-át ad. A harmadikkal 6 x 6 az 36, 0, 0, tehát ez 36, mínusz 6, 0, 0, mínusz 6 a vége, ez itt 0-át ad, ez is 0-át ad, és ez is 0-át ad, tehát a végeredmény ez 0. Ez az A négyzet mátrix. Az A négyzet szer B az azt jelenti, hogy ennek az első oszlopát kell kimásolni, vagyis 25 mínusz 6 és 1 lesz a vége. Most anélkül, hogy kiszámolnánk a determinánst, nagyon könnyen látszik, hogy ennek a három oszlopa, első, második, harmadik oszlop, ezek lineárisan biztos, hogy függetlenek egymástól, hiszen úgy épül fel, hogy egy kicsit ilyen úgynevezett lépcsős alakot fog felvenni, tehát ezt az oszlopot hiába is szoroznánk be más akármivel, ez a szorzat itt biztos, hogy problémát fog okozni, majd ezt az első oszlopot sem fogjuk tudni előállítani semmivel. Illetve fordítva, az első oszlopot hiába szorozzuk meg akármilyen számmal, a másodikat soha nem fogjuk megkapni, és a harmadikat sem fogjuk megkapni az első kettőnek akármilyen lineáris kombinációjával, mert ez a két szám itt nulla, ezekből soha nem lesz itt egy. Tehát ez biztos, hogy irányítható rendszert fog adni.
A C transponált A, C transponált A négyzet pedig megadja a megfigyelhetőségi mátrixot. A C transponált az 1, 0, 0. A C transponált A az pedig az első sor lesz, a mínusz 6, 1 és 0. És az A négyzet itt tulajdonképpen ez a mátrix, az itt kapott mátrix, ennek a transponáltja. Most ez majd a négyzetre is igaz lesz, tehát ennek a ki lehet próbálni, hogy itt az A négyzet mátrix, ezt most nem írom ki, hogy egy kis időt lehessen nyerni. Mínusz 25, mínusz 6, 1, 60, mínusz 11, 0, 36, mínusz 6, és nullát fog adni. Eredményül ezt gyakorlásképp érdekes, érdemes megcsinálni, hogy ezt a mátrixot a négyzetre, amíg ezt kapjuk, ami ennek a transponáltja, és ennek az első sorát kell ide beírni, 25, mínusz 6, 1. Itt pedig azt látjuk, hogy az egyes sorok egész biztos, hogy lineárisan függetlenek egymástól, megint csak ennek a lépcsős jellegnek köszönhető ez, ami mindig így alakul, hiszen az első sort semmivel nem tudjuk beszorozni, hogy a másodikat vagy akár a harmadikat kapjuk. Az első két sorral soha nem fogjuk megkapni a harmadikat, emiatt a két nulla miatt. Tehát akárhogy kombináljuk ezeket a sorokat, egyből vagy kettőből a második, harmadik soha nem fog kijönni. Tehát ez három darab lineárisan független sort tartalmaz, hasonlóképpen, ahogy itt az előbb mondtam, ez három lineárisan független oszlopot ad. Természetesen ez a sorokra is igaz. Tehát itt az irányíthatóság is, meg a megfigyelhetőség is teljesülni fog. Most speciálisan, amikor fel tudjuk írni ezt az alakot, hogy irányíthatóság és megfigyelhetőség, és mivel ezek egymásnak transzponáltjai, hát ez a jelleg itt is, a négyzetekben is, egyebekben meg fog mutatkozni. De hogyha egy állapotváltozós leírásból fogunk kiindulni, akármilyen alakúból, akkor természetesen ezek nem állnak fenn. Ez ebben a speciális esetben áll fenn, amikor innen felírjuk az irányíthatósági alakot, felírjuk a megfigyelhetőségi alakot, és abból írjuk fel az MC és az MO mátrixot. Figyeljük meg ezeknek a jellegét, és azt is, amit itt kaptunk. Tehát ez ne tévesszen meg senkit, ez most speciálisan van így, mert ebből indultunk el ebbe az irányba, illetve ebbe, és ez a kettő egymás transzponáltjaként írható fel.